Mi a felének keresztül átvágja a földbeli bennű szám, ami összekötötte az éggel. Ha átvágjuk ezt a számot, akkor a földi világon összeomlik. A közgazdász handéktól magyarázzál nekünk, hogy vissza kell építeni az égi számot, és vissza kell építeni az egymáshoz való kapcsolatot. És ez nem egy másképpen, mint az Úr szeretetével és ember társai szeretetével. Feleségem, megkérdem arra, hogy egy óra után jelezzen, hogy az egyetemi tanár az úgy tartja az óráját, hogy tudja, hogy a padsorokban nagyon-nagyon sok okos fiatal hölgy és férfi. Erre mindenre fel kell készülni. A professzor attól professzor, hogy ő tudja, hogy hol található az, amit akar mondani. Nem az, hogy mindent tud. Az ostoba ember, aki magáról feltételezi. Én is fölkészültem, mert szerettem volna önöknek egészségi tanácsot is adni, de bármennyire mutatta a feleségem az idő lejártán, én még kérek önöktől 5-6 percet. Csak ha bólintanak, akkor folytatok. Tudom, és látom, hogy nagyon sok őszhajú idős ember ül itt, magam is közéjük tartozom. Tudom, hogy van önök között néhány hölgy úr, aki túlesett vára az első kíti széljön, tehát oszorúért tárgyításon, szenteltés a oszorú esetleg szívműtéte is volt, és tiogatják az embereket. Ha most megkérdezném, hogy tegyed fel a kezét, aki koleszterin csökkentő tablettát szed, én azt hiszem sok kéz emelkedem magasra. Az orvostudomány fantasztikus. Ha a modern orvostudomány eszközeivel nem élek, akkor én már élet óta halott vagyok. De a modern orvostudomány eszközei, a gyógyszerek, ha oktalanul használjuk, akkor mélyre kívánunk. A maghasadás csodálatos lehetőség az emberiség történetében, az atom titok megfejtése, mert atomerőműveket lehet működtetni. De ha atombombára használjuk, akkor Hiroshima és Nagasaki a következménye. Én Hiroshimáról és Nagasakiról szeretnék beszélni önöknek, személyes élmény is van. Eszenek tojás, fogyasztanak egy tojás életemét. Borítsanak ki, aki nem ad meg lázza a fejét, de nagyon. Én a teremtő akaratából 1984-85-ben a Harvardon meghívott kutatóként nagyon fontos kutatásra végeztem. Családom a feleségemet oda az agyba, de bármennyire hihetettem, ennek nekem is kellett. És mit tud az férfi ember készíteni a tojást? Főbe bonyolultak akkor is. Tükörtojás, ugye elmentekszed szalonnával, békünnel. Igen, ám, de fölültettem a tojást 84-ben, és ugye fizikus amerikai ház volt lent, Bostonban, a faházakban, Bézen, de volt a konyha. De nem láttam a sárkáját, elmondom, hogy a világítás, fölmentem, volt sárkája, de ilyen halványból kell sárga lenni. Hát elmentem a piacra, ugye akkor még ilyen magyar ember, oda mi a piacra, annak idején 84-ban kis termelő hozta a portékáját, Highmarketet, ugyanaz volt. Megkérdeztem a kollégáimat, biokémikus kollégáimat, olyan projekten is volt, hogy ti milyen tojást tesztek? Én mondtam, ó, hát nem tudom. Hát a tojás az halálos étel, a koleszterin van. De hát mondom, eszitek, hát látom, hogy bementek és rendeltek a rendekre. Jó, de ez nem olyan tojás. A tudósainkkal kikutattuk, és azért, hogy a halványok kell sárga,
hogy kevesebb koleszterin legyen benne. Ugye önök közül többen természettudományban foglalkoznak, a természettudó sögtön kérdez, jó, rendben van, de ebből a tojásról, amit most esztek, és alacsony koleszterin tartalmú, milyen kis sírkeszület? Válasz? Semmi. Könyörögve kérem magyar testvéreimet, hogy a Teremtő nekünk különleges lehetőséget adott, mert két nagy féltekés gondolkodásunk van, a digitális és az analóg gondolkodásra képesek vagyunk. Gondoljuk végig, hát a Teremtő minden tökéletesen teremt. Az ember, ha azt piszkálja, akkor elrontani tudja. Ebből nem születik kísérke. Ugye a tojás nem más, a sárgája, a kísérke minden magad része, a fehérje pedig addig még bent van a tojáséjon belül, a tökéletes táplálék. És erre az ember belefutott genetikában, és lesz az halvány sárga tojás. No, de ez nem volt elég, érezték, hogy nem győztek meg, ezért a Time magazin 1984, messziről nem fogják látni, de elmondom, hogy mi van a Time magazin címlapján. Önök megkeresenek könyvtárba, 84. március 26-ai Time magazin címlapja. Tükörtojás, a serpenyő, két tükörtojás a szem, és kópászom, mint a bajszom, hogy aki tükörtojást eszik meg, pláne szaszik, kópászát eszik hozzá, az új meghal, ez a címe is, és a vennékbe belül a cikke, a tudós emberek bizonyítékkal szolgáltatnak, hogy aki tojást eszik, koleszterin, júj, meghal. Van önök között újságíró? Jelentkezzem. Szóval azt akartam mondani, hogy az újságíró feltételek egy kicsit. De a Time magazin főszerkesztőjének különösen. A Time magazin 1999. július 20-ai számának a címlapja. Aki nem látja, mondom, a serpenyő E2-t, ugye tükörtojás a szem, a kópászkát lecserélték egy sárga lényegére, és mit írnak a tudósok? Egy része ugyanaz, aki figyelem, 1984-1999, 15 évtelben csak, és mit írnak a tudósok? Ez a tojás nem hogy enni kell, hanem naponta minimum kettő, de inkább három. Kedvesek, csak a józan ész. Enni mindent kell, mértékkel, arányos. Sem az nem helyes, hogy nem eszünk egyáltalán, de az meg borzasztó, ha naponta kötelező lenne három tojást megenni. Hát egyszer Magyarországon mondtam egy vidéki városban, amire felállt egy bácsi, de mondtam, hogy az is halálos. Én mondtam az előtt, professzor úr, nem mondja, hogy 86 éves vagyok, és legalább 20 éve naponta 6 tojást eszem. Ez nem bizonyíték arra, hogy tojást kell enni, naponta 2, de mindenképpen teljesen táplálkozik, és elárulni egy nagy titkot, amit minden ősünk tudott. Összönösen. Négy fajta táplálék van. Biogenetikus, bioaktív, biopasszív és bioszer. Nem a kalória, nem az összetét. Az olyan, mint egy házban a tégla. Téglában között házat építeni, de habarsnyagban nem rakasztjuk össze, magassága, de életen arra nem lehet építeni. A biogenetikus táplálék minden ma csíra kezdeni, ami természetes közegben, természetes módon termelődik, ennek a biológiai értéke óriási. Ha önök itt ezen a területen élnek, a zöld helyen is hallgatók vannak szarvasok, őzek, bemennek a haszonkertekre tavasszal, és lerágják a rideget.
mindenkinek a törzse. Azért, mert ők tudják, hogy ezek a biogenetikus táplálékok meghatározzák az immun aktivitást. Bioaktív táplálék az, ami 2 fok alá nem ütötte, és 45 fok fölé nem elítette a zöldség és gyümölcs. Nyers zöldség és gyümölcs. Biopasszív táplálkozásnak egy része, amit elfogyasztanak állatok húsformájában eszünk, szükség van a téglára, de a habarcs nyert összetetlen. És bioszemét minden olyan táplálék, ami kémiai anyaggal van szennyezve. Jó étvágyat! Még egyszer nem szabad már egy utassa az időt a feleségem, ezért szeretnék elmondani az időt. Én azért jöttem, hogy Magyarországról jó út hozzá. Kárpát-medencében, nem csak a Csorvaországban, járom belvidéket, délvidéket, Pár-Szimon Erdélyt, Kárpát-Aloján, Őrvidéket. Az emberek elkezdték Isten keresni, mondtam már, de nagyon sokan is találták. Elkezdték kutatni az őstörténelmet, és kezdenek is szépenni arra, hogy magyarnak születtünk. Ezt megmutatják viseletünkben. Itt hallottunk egy gyönyörű verset. Ugye? Hát én nem véletlenül, mindig aki dicsérek, az nincs bent. Ez lehet véletlen, vagy lehet, hogy nem véletlen. De megjött Jóska, aki közben rendező. Ugye? Nagyon szépen mondta Jóska verset. Ő is nagyon szépen mondta, de mire lehet büszkék? Egyetlen dolog, ha legyőzzük saját gyengeségünket, és képesek vagyunk az Isten és egymás szeretni. Igen. Az Jézus Krisztus bennünk új szövetséget adott, de tudják-e, hogy szintén történelem hamisítás az, hogy a magyarság pogány volt azt megelőző időszakban, hogy Szent István korában fölvette a nyugati kereszténységet, akkor kezdett ez voltakozni. Azért Szent István mind a nyugati, mind a keleti egyházban szentje, mert csak 1054-ben vált ketté az egyház. De már ugye mi a római pápához tartozunk. Hogy bajba vagyok, mert sok könyv közül nem tudom, hogy te tudom. És ígérem, hogy 5 percet befejezni. Ugye a magyar népmeség azzal fejeződnek be, aki nem hiszi, járjon utána. Én azt kérem önöktől, hogy amit én mondok, annak feltétlenül járjon utána. Megtalálható, soha elektronikus újság, vagy elektronikus szinte nem hivatkozom, mert az bizonytalanul. Bárki beírhat, jelenjen meg írásban, és valaki vállalja azt a cikket, hogy tőle meg tudja kérdezni, hogy miért vette ezt az adatot, vagy ezt az információt. 1420 és 464 között éppen merre jártunk. Emlékezzünk? Fővár, a mai Kijev, Hámos és vezérei. Egy ökcsaton róvás írással egy úgynevezett kuny miatján, ezt már később adták ezt a levet, a miatján szövegét tudták visszafordítani. Tessék figyelni, tehát 464 a legkésőbbi keletkezése egyesek szerint, aki nem viszi járjon után. Viszont a mi atyán gyönyörű. Ezért én ezt kegyelmeteknek felolvasom.
Még mielőtt belebonyolulnék, hogy a mi atyámról elemezzem, gyerekkorom óta gondom volt azzal, hogy amikor mondom a mi atyámot, akkor az Úrhoz forduló az, hogy ne így minket a kísértésre. De most láttam ezt kísértésre. Aztán, amikor megismertem a csámolókat, ott meg nem ezt mondták a mi atyám, hanem azt mondták, hogy légy velünk a kísértésre. Most a kicsit tovább érdekel ez a dolog, és egy Bél Mátyás nevű evangélikus lelkész, teológus, professzor 1218-ban egy rovás írásból visszafejtette betulatos mi atyánkot írt be teológiai lapba, amelyben nem az van, hogy ne vigy minket kísértésbe, hanem légy velünk a kísértésben. Na, ez a mi atyám, meg az én magyar agyamnak olyan tisztán fogalmaz, hallgassák meg. Mi atyám Istenünk, bennünk van országod, előttünk szent neved, törvény akaratod. Minden napunk gondját magadon viseled, bűneinket, mint mi másnak, nekünk előtt. Te kezed vezet kísértéseket áll, és lefejti rólunk a gonosz járomát. Tiéd a nagyvilág összhatalmú üdve, mindöröktől kezdve legyen mindörökre. Akunk mi atyánkat mondtam el. És amivel befejezem, régen Magyarországon a nép őrizte hagyományt. Szájról szájra egymást adták el. És 300 évvel ezelőtti gyűjtésből régi magyar áldással búcsúzom önöktől, magyarul áldást kérek önökre. Ez így hangzik. Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is éljeles. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre, szomjasodra. És legyen áldott támasz, karod a segítségre szorul. Legyen áldott gyógyír, szabad minden hozzá forduló. Legyen áldáshozó kezed azoknak, akik értenünk. Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott imád minden hibát, bűnöd, véget, hiszen megbocsátja végtelen szeretnél. Őriszem hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísérésben. Őriszem egy tisztaságot, őriszem egy kedvességet, őriszem meg önmagadnak és a téged szeretőnek. Őrizzel meg a teremtő Úristen minden jó magyar embert a diaszpórába, és ne felejtjék, hogy van egy Kárpát hazájuk, amely mindig várja önöket, haza. Hazán lehet cserélni, de szíven nem lehet cserélni. Isten adja önöket, Isten adja önöket.